65. fejezet Az első próba volt a legveszélyesebb, elmenni a tábor szélén járőröző őrök mellett. Nem tudtam ugyanis, hogy tudomást szereztek-e ilyen haláláról, és arról sem volt gőzöm hogy ilyen ebben a táborban milyen pozíciót szerzett magának. Áhítatos, kedves arcot vágtam, mert ilyen mindig ilyen képpel járkált, és kisé lehajtottam a fejem. A csillagzafír gyűrűt befelé fordítottam, így egy ezüst látszott. A csuklómon viseltem néhány ezüst karkötőt. Ézél a táborunkban szolgáló papnőktől kérte őket kölcsön. Hangosan csörögtem velük, ahogy ilyente is szokta, mint egy macska, akinek csengettyű van a nyakörvén. Tulajdonképpen ezt a szerepet játszhatja ilyente. Ő lehetett a királyházi citusa. Nem láttam Ézriát de úgy éreztem, mintha az ezüst hajpántomban lévő szifon valamiféle összeköttetést jelentene az árnyénekessel. Sötétben maradt, hol előttem, hol mögöttem járt. A tábor bejáratát hat őrőrizte, és leplezetlen megvetéssel szemlélték a sötétből közeledő ilyentét. Felvérteztem a szívemet, és teljesen olyanná alakultam, mint ő volt. Számító, megjátszottan szégyenlős, hiú és mohó, szent és érzéki. Elmentem mellettük a széles úton, ami nyílegyenesen végigvezetett a végtelen táboron. Nem próbáltak meg feltartóztatni. Nem tűnt úgy, hogy zavarban lennének, vagy várnának valamit ilyen tétől. Egyenesen tartottam magam, és a megkönnyebbüléstől legszívesebben nagyot sóhajtottam volna, de sikerült megállni. Nem néztem se jobbra, se balra, csak mentem előre, sátrak és kovácsműhelyek, műhelyek, tábortüzek, és olyan dolgok mellett, amiket nem akartam látni. Akkor sem fordultam oda, amikor már szinte dühös kutyákként támadtak rám az ajók. Ehhez a helyhez képest a rémámok udvara illedelmes hölgyekkel teli szalonnak tűnt, akik rózsás párnahúzatokat émeznek. A pokolnak ebben a bugyrában volt valahol Elin, az üst vajon már oda őt a királyhoz, vagy még a két világ között lehet fogjulájtva az üst sötétségében? Nezt látomásában láttam a király sátrát. Úgy tűnt, hogy nincs túl messze, de most láttam, hogy a tábor közepén úgy emelkedik ki akár egy hatalmas pók. Sejtésem sem volt róla, hogy jutok be, már ha egyáltalán eljutok odáig. Az éjszaka a mi szövetségesünk, az ébren lévő katonáknak vagy valami kegyetlen feladatot kellett teljesíteniük, vagy őrségben teljesítettek szolgálatot. A többiek aludtak. Furcsa volt belegondolni, hogy a hánybenni katonáknak tényleg szükségük volt alvásra. Valahogy azt feltételeztem, hogy ők felette állnak az ilyen dolgoknak, és fáradhatatlanul erősek, valami örök halak táplálja őket. De az ellenség is elfárad, az ellenség is eszik és alszik. Ez volt a mi szerencsénk. Maradt még két óránk pirkadatig. Ha a nap elűzi az árnyékokat, át fognak látni az állarcos bálon. Nehéz volt titokban beképlelni azokba a sátrakba, amelyek mellett elhaladtunk, észrevétlenül fülelni a zajokra, miközben pedig úgy tenni, mintha ismerős lennék itt. Azt sem tudtam, hogy ilyentének van-e itt sátra és vajon kedve szerint oda mehet-e a királyhoz. De kétségeim voltak afelől is, hogy csak úgy egyszerűen besétálhatok a király sátrába, és megkeresem elint. A tábor közepén hatalmas mágia lobogott. Mielőtt odaértünk volna, mulatozást és röhögést hallottam, és ekkor rájöttem, hogy az imént tévedtem. A katonák nem aludtak, hanem ünnepeltek. Volt, aki körtáncot járt a tűz körül, ők csak rengatózó árnyaknak tűntek, botorkáló árnyaknak az éjszakában. Mások hatalmas tölgyfahordókból töntötték magukba a sört. Temlén raktárábor. Többen összeakaszkodtak, de volt, aki csak nézelődött. A nevetésen, dajdajozáson, zenén túl kiáltásokat hallottam. Hirtelen egy ány váró ragadott és visszafogott, mert majdnem elrohantam. Ilyente nem rohangálna. Ilyentének egy arcizma sem rándulna. Kiszáradt a szám, amikor a kiáltozás újra kezdődött. Úgy éreztem, nem bírom tovább. Muszáj beavatkoznom. Ézriel keze megfogta a kezemet, és közelebb húzott magához. A dühe felborzolta a levegőt, láthatatlan alakja körül. Lassan átjutottunk az ünneplőkön, és eljutottunk a kiáltások forrásához. Nem elim volt valaki más lógott le egy gránit mellett egy rúdról. A boldogságos úr gyermekei közül egy lány, fiatal, karcsú, felfordult a gyomrom. Két alakot láncoltak mellé, a sérüléseik olyan volt, mint Klernél. Ugyanazt tették ezekkel a fiatalokkal, mint vele. Épp, mint Klert. Őket is ott hagyták lógni a varjak martalékául, ami pirkadatkor fognak lakomázni belőlük. A lány tovább bírta, mint a másik kettő. Nem, egyszerűen nem hagyhatom őt itt. De észreveszik, ha tétovázom. élhetek -e ezzel az emlékkel együtt? Két ártatlan tündért öltem meg, hogy megmentsem Temlint és a Pritieni népet. Ha itt hagyom ezt a lányt, hogy megmentsem a nővérem, akkor ennyi erővel a saját kezüleg is megölhetem őt. De hiszen idegen ez a lány, idegen. A király már keresett. Szólt egy férfi hang a hátam mögül. Megpördültem. Durient láttam, aki két sátor között közeledett, és felcsatolta a kardját. Felnéztem a gránit és csak most vettem észre, hogy az egy összetákolt pódium rajta egy trónnal, amin Hanber királya ült a székében elterpeszkedve, a fejét az öklére támasztotta, az arcán visszafogott derű, a dáridót szemlélte a kínzásokat, a megkínzottak testét, alatvalóit, akik újra és újra hízelgő mosolyt vetettek rá, és hajbókoltak előtte. Megjátszotta lágy, könnyed hangon így trilláztam. Tanácskoznom kellett a nővéreimmel. Julian pillantása a szifonra siklott a fejemen. Rájött ki vagyok, barna szeme felcsillant. Hol van? suttogtam. Julian pimaszul vigyorgott, de nem, ken, nem, nekem szánta, hanem a körülöttünk lévőknek, akik felénk néztek. Már hetek óta a nyomomban vagy, dorombolta. Szóval így viselkedj. Elállt a lélegzetem, de az ajkára, alkarjára tettem a kezem, és megrebbentettem a szempillámot, amint közelebb lépett. Vidáman fújtatott. Kétlem, hogy így nyerted el részt Legszívesebben sípcsontor rúgtam volna. Hol van? Minden rendben, jól van. Átjárt a megkönnyebbülés. De már nem sokáig, mondta Julian. A király rettentően megijedt, amikor egyszer csak felbukkant a nővéred az üst előtt. Megkötözték őt. Most azon gondolkodik, mihez kezdjen vele. És tud, hogy tudna rajtad a leginkább bosszút állni? Csábítóan simogattam a karját felfelé egészen a szívéig. Hol van? előre hajolt, mintha meg akarna csókolni, és a száját nagyon közel tartotta a fülemhez. Legalább ilyen tét, mielőtt belebújtál a bőrébe? A kezem görcsösen kapaszkodott a kabátja anyagába. Azt kapta, amit megérdemelt. Éreztem, hogy Gyurien szája a fülemnél mosolyra húzódik. Elina király sátrában van. Láncra verték, és egy kis varázslat is köti a király kedvenc könyvéből. Az ördögbe. Lehet, hogy el kellett volna hoznom Héliont, mert ő szinte minden varázsigét fel tud törni. Julian a hüvelyk és mutató ujja közé vette az államat. Gyere a sátramba, ilyente. Kíváncsi vagyok, mi mindent tud a szép kis szád. Uralkodnom kellett magamon, hogy ne köpjek rá, de hagytam, hogy a kezét a derekamra tegye vigyorgott. Úgy érzem, van elég acél rajtad. Az én acélosságomra már nincs is szükség. Álmodozó mosolyt vetettem le. Mi van azzal a lányjal ott a kínpadon? A tekintet elsötétedett. Olyan sokan voltak előtte, és olyan sokan lesznek még. Nem hagyhatom ott lógni, mondtam folytott hangon. Dzsurien a sátorlabirintusba vezetett. A nővéred vagy ő. Mindkettejüket nem viheted magaddal. Intézd úgy, hogy elhozzák hozzám. Aztán majd meglátjuk. Mondd, hogy el akarsz mondani egy imát az üst előtt, mielőtt visszavonulunk, motyogta Julian. Pislogtam egyet, és utána ráébredtem, hogy egy jól őrzött, nagy, csontvehér sátor előtt állunk. Összekulcsoltam a kezem, és így szóltam Julianhez. Szeretnék még imádkozni a nagyüst előtt, mielőtt visszavonulunk. Köszönetet akarok mondani neki. Julian keftelenül ráncolta a homlokát, mint egy olyan férfi, aki nem szereti, ha megvárokoztatják az élvezettel. De gyorsan csináld, mondta, és megparancsolta a sátorlap előtt két oldalt posztoló őröknek, hogy engedjenek be. Láttam, milyen pillantást vett rájuk a férfi nézett férfira. Kéjvágyó gondolatai az arcára voltak írva. Mivel ilyen te voltam, ezért forróvérű mosolyt vetettem rájuk, és úgy vettem őket szemügyre, mintha azt kérdezném magamtól, hogy ki tudnának-e állni velem egy különleges csatára. A bejárattól jobbra álló őr értő vigyorral biztosított arról, hogy az enyém, ha megkívánom. Később, ígértem a tekintetemmel, amikor beléptem a sátorba. Ha a halandóval végeztem. Bent olyan volt, mint az ég a reggeli szürkület előtt, hideg félhomály. Nem volt melegítő tűztáv vagy tündérfény. A nagy belső térben pedig úgy tűnt, hogy itt van olyan sötétség honol, ami minden életet elnyel, az üst. A tarkomon felállt a szőr. Öt perced van, hogy kihozd őt innen, súgta a, a fülembe. A tábor nyugati szélére menjetek, a folyó felé nyúlik ott egy szikla, ott találkozunk. Csak pislogtam. Ahogy vigyorgott, a fogai fehéren kivillantak a félhumályban. Ha kiáltozást hallasz, ne es pánikba. El fogja terelni a figyelmet. Valahová mögén vigyorgott a sötétbe. Remélem, két ember is elbírsz árnyénekes. el semmivel nem adta jelét, hogy itt van. Julian egy pillanatig csak nézett. Akármi is történik, tarts egy kör tört készenlétben. Ha a király élve fog el, a fejét csóválta. Vigyázz, hogy erre ne kerüljön sor. Ezzel eltűnt. Ézviel előbukkant az árnyékból, és a sátor hátsó részét leválasztó függönyökre mutatott. Elkezdtem ilyen, te sok imája közül az egyiket kántálni, egy aranyos dalocskát, amit még a tavasz udvarából ismertem. Aztán végig a szőnyegekkel telirakott sátron, el az asztalok és más bútorok mellett, közben mondtam az imát. Ézriel elhúzta a függönyt. Elin még hálóinkben volt, betömték a száját és a csuklóját vassal láncolták le. A vas lilás fényben csillogott, a szemet tágra nyílt, ahogy megpillantott bennünket, Ézrielt és ilyentét. A saját arcvonásaimat öltöttem fel, és az ujjaimat az ajkamra tettem közben folyamatosan kántáltam az imát. Az üstöt kértem, hogy tegyen engem gyümölcsözővé, újra és újra. letért letérdelt Elin elé, és óvatosan kiszedte a szájából a rongyot. Megsérültél? Elina fejét rázta, akkora a szemeket meresztett, mintha nem hinné el, mi történik. Értem, jöttél. Az árnyénekes finoman fejet hajtott. Siessetek! Suttogtam, és tovább imádkoztam, Egyszer a leghosszabb ima is véget ér. Ézriel szifonjai felvillantak, és a fejemen is meleget éreztem. A mágia elin bilincsei ellen viszont nem hatott. Már csak néhány strófa. Elint a kezén és a lábán is megbilincselték, így nem tudott volna velünk jönni. Kinyújtottam felé a kezem, és a bensőmben kapcsolatot kerestem hélium mágiájával, hogy feloldjam a varázslatot, amit a királya bilincsekre tett, a mágiám azonban továbbra is teljesen ki volt merülve. Nincs több időnk, motyogta Ézriel. Jön. Kintről kiáltások hallatszottak. Ézriel felemelte Elint, és a nyaka köré kulcsolta Elint bilincsbe vert kezét. Kapaszkodj, utasította, és egy mukkot se. Az éjszakába csaholás, ugatás vegyült, Ledobtam magamról a papnő tunikáját, zsebre tettem szifonját, és elővettem két kést. Ugye hátul? Ézriel bólintott. Kalapált a szívem. Elin pillantása ide-oda cikázott köztünk, de nem reszketett. Menj és ne állj meg, mondta Ézriel. Nyugatra a szikla szélén találkozunk. Ha Julian nem ér oda a lányjal, akkor is menjetek. A lányt majd én megoldom, nagy levegőt vettem. A csaholás hangosabb lett és közeledett. Most, sziszekte Ézriel, és rohanni kezdtünk. A szifonyai felvillantak, és a sáros hátsó lapja elolvadt. Átviharzottunk az őrök, nem reagáltak, értetlenül bámulták a lyukat. Ézriel láthatatlanná tett bennünket, árnyak vettek körül minket. A levegőben repülve rohantunk a sátrak között. Gyorsabban, súgta Ézriel. Az árnyak nem sokára eltűnnek. Mögöttünk keletre a nap fokozatosan a horizont fölé emelkedett. A haldokló éjszakába üvölt és hasított. Észrevették, mi történt, és tudták, hogy mi voltunk. Még ha nem is látnak, a király kutyái a nyomunkba erednek. Gyerünk, morogta Ézriel. A föld mögöttünk megremegett, nem mertem körülnézni. Egy fergyverállvány mellett haladtunk el, a késemet az övembe dugtam, és egy íj és egy nyilakkal teli tegez után nyúltam. Berkenye voltak. Zörögtek, ahogy a vállamra vettem. Egy nyilat az íjamra helyeztem. Ézrien jobbra kanyarodott, megkerült egy sátrat. Én a nyomában. A kanyarban kicsit oldalra dőlve kilőttem a nyilat. Ahogy a nyíl süvített a sarkamban lohó kutya felé, láttam, hogy nem is kutya, hanem a nagák távoli rokona egy hatalmas, pikkelyes szörnyeteg, ami négy lábon szalad, az arca kígyószerű, a szája tele csontszaggató fogakkal. A nyilam átfúródott a gégéjén, összeesett. Mi a sátor mögé kerültünk, és nyugatnak a sötét horizont felé rohantunk. Megint felhúztam az íjat. Három szörnyeteg üldözött még bennünket, és minden ugrással közelebb kerültek. Éreztem őket a Heinberni katonákat, akik együtt rohantak a kutyákkal, rájuk kellett hagyatkozniuk, mert bennünket továbbra sem láttak. A kilőt nyíl eleget árult el nekik az előnyünk nagyságáról, de ha a kutyák utolérnek, akkor a katonák is meg fognak jelenni, és elfognak majd, vagy megölnek bennünket. Vibrált a levegő. Felnéztem, berkenye nyílfelőt láttam, vakon lődőztek. Ézriel kék védőpajzsa megremegett a roham alatt, de kitartott. Az árnyak viszont gyengébbek lettek. A kutyák közeledtek, kettő kivált, be akartak keríteni. Előttünk megjelent viszont egy sziklaszírt a tábor szélén. Egy szakadék fölé magasodott. Nagyon mély volt a szakadék. Vadul száguldó patak folyt benne. A szírten egy sötét kabátba öltözött alakált. A lány. Julian oda vitte. Arról sejtemmem sem volt, hogy ő hova tűnt. De mögöttünk megszólalt egy hang, a király hanga, hangja. Szégyentelen tolvajok, mondta gúnyosan. A szavai, mintha mindenhol ott lettek volna, és sehol. Mit csináljak veletek? A Afelől nem volt kétségem, hogy a király védő pajzsai a szírten túl már nem működnek. Úgy tűnt, hogy a kutyák is érzik ezt. Vonyítottak, mintha tudnák, hogy zsákmányuk bármelyik pillanatban elilanhat, ha elég nagyot tudunk ugrani. Vidd el, el mondtam zihálva. Én meg a lányt. Együtt me parancs volt. Ézriel előtt szabad volt az út, az ősvény közvetlenül a szírt végén ért véget. Mögötte ott várt a szabadság. Gyerünk! Elhallgattam. Először a becsapódást éreztem, aztán a fájdalmat. Parázsló, égő fájdalmat a vállamba robbant. Berkenye nyíl. A lábaim felmondták a szolgálatot. A vérem szerteszét fröcskölt. Tehetetlenül a földre zuhantam, a csontjaim is beleroppantak. Ézriel káromkodott, de Elinnel a karjában nem gondolhatott harcra. A kutyákat már csak másodpercek választották el tőlem. Kilőttem egy nyilat. A vállamban a fájdalomtól majdnem elvesztettem az eszméletemet. Egy kutya elesett, mögötte pedig. A király vonult a sátrak között, olyan ráérősen, mintha végtelen idő áll rendelkezésére. Tudta, hogy nem tudok elmenekülni. A kezében egy íjat tartott. Azt az íjat, amiből kilőtték a vállamban lévő nyilat. Unalmas lenne kínozni téged, mondta a király gúnyosan. Most is úgy tűnt, mintha minden irányból jönne a hangja. Legalábbis a hagyományos módon. Léptei szándékosan lassúak voltak. Jaj, Rízent, hogy fog tombolni, szenvedni, végre az enyém a párja. Mielőtt még utasíthattam volna Ézriát, hogy tűnjön már végre el, a kutyák utolértek. értek. Felemeltem az íjamat, és az egyiket pofán vágtam vele. A kutya ketté harapta az íjat, és szétköpte a fadarabokat. Előhúztam a késemet, de ebben a pillanatban a második kutya is ugrászhoz készülődött. Ekkor üvöltés rengette meg a talajt, csengett tőle a fülem, és a kutya elrepült. Ismertem ezt az üvöltést. Egy aranyszőrű, csavart szarvú bestia vetette rá magát a kutyákra. Temlin. Nyögtem. Hunyorgott a zöld szemével is, mintha azt mondta volna, hogy mennek ülj. Ő futott mellettünk, megpróbált megtalálni bennünket. Harapott, csapkodott a karmával, vagdalkozott. A kutyák új ellenfelük felé fordultak, a király megállt, és bár még elég messze volt, láttam, hogy döbbenet ül ki az arcára. Most vagy soha, csak elinnen. Feltápászkodtam, és összeszorított foggal kihúztam a berkenye a testemből. Ézriel mellettem ter termett és galléról nagadott. Kék fényből háló ereszkedett a vállamra, és átmeneti kötszel még egy gyógyító kezelésbe vesz. Repülj, mondta Ézriel. Hat kutya robogott felénk, Temlin a másik kettőt tartotta távol. Le kell ugranunk a szírtről, mondta Ézriel, gyors pillantást vetve a királyra, aki továbbra is ráérősen lépkedett felénk. Menni fog. A lánya a szírt szélén állt, és nagy szemeket mereztve bámult ránk. A szél az arcába fújta a fekete haját. Ilyet még soha nem csináltam, hogy nekifutásból a semmibe ugrottam volna. Alig tudtam megtartani magam a levegőben, még ha észli el, viszi is majd a lányt. De nem gondolkodtam sokáig. Repülni fogok, és kész. Legalább még lebegve átjutok a szoroson, Aztán, ha áttörjük a király védőpajzsát, gondolatutazással tovább. Temlin felkiáltott a fájdalomtól, amit velőtrázó üvöltés követett. A hat kutya segíteni jött a másik kettőnek, de Temlin Jottányit nem engedett. Kitártam a szárnyaim. Nagyon nehezek és nagyok voltak. Ézriel átmeneti kötése ellenére majdnem beleőrültem az izmaimat átjáró fájdalomba. Összeszorítottam a fogam, Ézriel pedig a szárnyaival verdesve rohant a szakadék felé. Nem volt elég hely ahhoz, hogy egyszerre emelkedjünk el. A tekintetemet Ézrielre szegeztem, figyeltem a mozdulatait, hogy tartja a szárnyait, mennyire dönti meg a felső testét. Kapaszkodj belé, Kiáltotta Elin a fekete hajú lánynak, miközben Ézriel a lány felé ruhant. Úgy nézett ki, mint egy nyuszi, akit leruhan egy farkas, és nem is nyúlt felé. Elin oda kiáltott neki. Kapaszkodj, ha kedves az életed! Ekkor a lány ledobta a kabátját, és kitárta a karját. fekete haja Ézriel mögött lobogott, majdnem beleakadt a szárnyakba, hogy belekapaszkodott, és maga felé rántotta. Ahogy futottam, láttam, hogy Elin kinyújtja fehér kezét, Vállal ragadja a lányt, és tartja, amennyire csak tudja. Még épp időben. Az egyik kutya erőteljes ugrással elszakadt Temlintől. Ütközésre készültem, próbáltam kitérni előle, de a kutya nem engem vett célba. Két erőteljes ugrás, majd még egy át a szírten. Ézriel kiáltása visszhangzott a sziklákról, ahogy a kutya ráugrott és belevájt a borotva éles karmait az izmaiba és a szárnyába. A lány is felsikoltott, Elin viszont villám gyorsan reagált. Ézriel próbálta tartani magát, hogy ne zuhanjanak le. Elin viszont tiszta erőből a szörnyeteg arcába rugott. Egyszer, kétszer, háromszor. A szörnyetek felüvöltött, Elin pedig még egyszer belerugott sárosan mezítláb. Most szemem találta. A bestia begőzölt a fájdalomtól és eleresztette őket. Hosszúra nyúló vonyítással zuhant le a szakadékba. Minden villám gyorsan történt. A vér csak úgy spriccelt Ézriel hátából és szárnyaiból. Kék fény áradt szét a sebeken, csillapította a vérzést és stabilizálta a szárnyait. Én rohantam a szírt széle felé. Ézriel felén pördült, láttam, hogy fájdalom torzítja el az arcát, de elint és a lányt erősen tartja. Belesápottam, amikor látta, mi van mögöttem és hogy mennyit kell még sprintelnem. Életemben most először láttam rettegést észri szemében. Csapkodtam a szárnyaimmal, és éreztem, hogy elkap egy felfelé szálló régállamlat, de a lábam rögtön utána megint a sziklás talajt súrolta. Botladozva rohantam tovább. Csapkodtam a szárnyaimmal, de már elviselhetetlenül fájt a hátam. Egy második kutya is elszabadult Temlintől, és a keskeny sziklára robogott. A karmával karcolta a követés, mintha a király nevetését is hallottam volna. – Gyorsabban! – üvöltött Ézriel. Minden száncsapásával vérspritzelt a levegőbe. A pirkadatot is láttam már a szárnyain lévő szakadásokon keresztül. – Gyerünk, rugaszkodj el! A talaj remegett a sarkamban lohogók, kutya dübörgő léptei alatt. A szírt szélére széle egyre közeledett. Utána meredek sziklafal Tudtam, hogy a kutya utánam fog ugrani. A király gondoskodni fog róla, hogy összeszedjenek valahogy, még akkor is, ha a szakadék mélyén fesze fekszem majd összezúzva, meg fogja őrizni, akármi marad is belőlem, ahogy Amaranta is megőrizte Júrient, élve. Úgy, hogy tudatánál volt. Gyerünk fel a szárnyakkal, a magasba emeltem a szárnyaimat, amennyire csak bírtam, még harminc lépés. Gyerünk! Még húsz lépés. Keleten a nap a horizont fölé emelkedett, és bearanyozta Ézriel véres páncélját. A király két nyilat lőtt ki, egyet rám, a másikat elém védtelen hátára. Ézriel mind a kettőt elhárította egy kék védő pajzsal. Azt nem láttam, hogy a pajzs elérteltem linig még tíz lépés. Csapkodtam a szárnyaimmal, az izmaim már majdnem felmondták a szolgálatot. A vállamon átvérzett a kék kötés, egyre verdestem a szárnyaimmal, és ekkor megéreztem, hogy egy széláramlat megragad, a levegő összegyűlik a rugalmas hártyában, és annyira megnyúlnak a csontjaim és inaim, hogy majd szétszakadok. Elemelkedtem a talajtól, de a lábam aztán megint a talajnak csapódott. Belelögtem magam a szélbe, és kétségbe esettem verdestem a szárnyaimmal. A kutya vészesen ködeledett. Még öt lépés. Tudtam, hogy amikor repülni tanultam, pontosan erre a pillanatra készültem. Ösztönösen sejtettem, hogy el fog jönni ez a pillanat. Mindent ezért a pillanatért történt. Amikor már csak három lépésnyire voltam a szír szélétől, rálendítettem magam egy meleg szélre, és felemelkedtem. Az orgona és a frissen kaszált fű illata az óromba szállt. Tavaszi szélben vitorláztam, azt kapott a szárnyaim alá. Elemelkedtem magasabbra, még magasabbra. A kutya utánam ugrott. Vigyázz! Oldalra fordítottam a testemet, a szárnyak messze lendítettek. A felkelő nap, a szakadék, ég és föld, minden ferdént láttam. Minden forgott, de aztán visszataláltam. Vetettem egy pillantást magam mögé, láttam, hogy a nagakutya egy pillanatig lebeg a levegőben, oda kapkod, ahol az imént voltam, aztán a mélybe zuhan. A király újabb nyilat lőtt ki, a hegye ametis színben csillogott, Ézriel a pajzsával kivédte, de láttam, hogy nagy erőfeszítésbe került. A nyíl hegyét olyan mágiába mártották, amitől fogyott a ereje, és felnyögött a fájdalomtól, de felén fordult. Egyenesen! Örökte és én újra irányba mozdultam. A hátizmaim reszkedtek az erőfeszítéstől, hogy egyenesen tartsam a testem. A lány félelmében nagyot nyögött, mert Ézriel néhány lábnyit zuhant és mellém került. A király üvöltve parancsot adott, és a táborból nyilvessző zúdult ránk. Ézriel védőpajza megremegett, de kitartott. A kezemet a sebemre szorítottam, mert éreztem, hogy a tábor körüli védelmi rendszerrel kell felvennem a harcot. A védővarázslat fogvat akart tartani, szó szerint, mintha belém kapaszkodott volna valami. Ézriel is gyorsabban verdesett a szárnyával, de alig haladt. A vér bugyogott a szárnyain lévő sebekből, és végigömlött sebzett hátán. Kiárasztottam hélium fehér fényét, ezt az égető, perzselő, olvasztó ragyogást. Juk fodrozódott a védőkádba, pont elég nagy kettőnknek. Nem haboztunk, átrepültünk rajta, alig kaptam levegőt. Mégis megfordultam, nem tudtam ellenállni a késztetésnek. A kutyák körbefogták temlint. Vérzett, zihárt, és még állatalakban volt. A király olyan harminc lábnyira volt tőle. Láttam a király arcát is. A zabolázatlan haragot a lyuk miatt, ami tönkretette a védő varázslatát. Temling kihasználta a lehetőséget, és egy nagy ugrással kitört az ugató morgó kutyafalka közül. Messzire rugaszkodott egészen a szírt széléig, sőt azon túl, messzebb, mint amennyire egy állat vagy tündér képes lenne. A szél, amit nekem küldött, Őt is vitte a levegőben, egészen a lyukig, amit a védőgátba furtunk. A következő pillanatban átjutott rajta, és gondolatutazással eltűnt. Engem egy pillantásra sem méltatott. A táborunkhoz érve észrián minden ereje elhagyta. A lánya holdfehér bőrét borító égési sérülések és korbácsüsések ellenére képes volt menni. A reggeli szürkeség szétterjedt mindenen, Köt gomolygott a lábunk körül, ahogy men meneteltünk a tábor felé. Ézsiel továbbra is a málkasára szorította elint. Vérnyomot húzott maga után, szerencsére csak vékony kis erecskét, ahhoz a mennyiséghez képest, aminek a sebeiből elvileg ömlenie kellett volna. A kék fényből szőtt kötések megakadályozták a legrosszabbat, de mielőtt gyógyítóra volt szüksége. És nem csak neki. A vállamra szorítottam a kezem, hogy megállítsam a vérzést. A lány felajánlotta, hogy az amúgy is szétrongyolódott ruhájából letép egy csíkot, hogy bekössük a sebet. Nem volt erő hozzám, hogy felvilágosítsam, hogy tündér vagyok, és egy berkenye nyíl van bennem. Feltétlenül kezeltetnem kell magam mielőtt a sebbe heged, és esetleges szilánkok maradnak benne. Inkább megkérdeztem, hogy hívják. Brájer, mondta a sok kiabálástól rekedten. Brájernek hívják. Úgy tűnt, hogy nem zavarja, hogy bokáig érő sárban kell gázolnia, és a sár összefröcsköli a lábát. Körülnézett, nézte a sátrakat és a sátrakból kirontó katonákat. Az egyik Ézriel láttán azonnal gyógyítót hívott az árnyénekesnek. Még az első sor sátron sem jutottunk túl, de Rész gondolatutazással előttünk termett. A pillantása Ézriel szárnyaira siklott, aztán a karomon lévő sepre, sápadt arcomra. Elénre és Brayerre Nem hagyhattam ott. Mondtam, és meglepve hallottam, milyen rekedt a hangom. Fűrge léptek, közeledtek. a került még egy sátrat már rohanva és fékezett le előttünk. Elin láttán hangosan elbőgte magát. Még soha nem hallottam így sírni. Nem sérült meg, mondtam neki gondolatban, mert arra nem volt erőm, hogy beszéljek. A fájdalomtól majdnem felkiáltottam, amikor Nesta a nyakamba vetette magát, és olyan erővel ölelt hogy alig kaptam levegőt. Egész testében reszketett sírt. Köszönöm, köszönöm, hajtogatta. Riz határozottan odalépett Ézrielhez, kivette a karjából elint, és óvatosan letette a földre. Ézriel megtántorodott. Hélionra van szükségünk, ő tudja megnyitni ezeket a bilincseket. Elin nem foglalkozott a kezén és lábán lévő békjókkal. Lábújhegyre állt, és megpuszílta az árnyénekest. Aztán odajött hozzánk, és figyelmesen szemügyre vette Nesztát, tiszta, sértetlen arcát, tiszta szemeit. Elviszünk Tézenhez, mondta Rizézrielnek, még hozzá most azonnal. Mielőtt sarkon fordulhattam volna, Elin vékony karjával átölelt, de olyan erővel, mint valami satú mintha soha nem akarna többet elengedni. Ahogy törékeny testével ilyen erősen hozzám simult, elsírtam magam. Nem sokára jött egy gyógyító és összefoltozott, aztán rész gyengéden beültetett egy kád meleg vízbe. Elmeséltem neki, mi történt, és Julian és Temné szerepét is. a közben szemmel tartotta Elint, Hélion pedig jött és levette a bilincseit. Közben átkozta a királyt mesterségveli tudását, egyszerre átkozta és csodálta. Aztán egyszer csak már a pattogó tűz feküdtem egy medvebőrön. A vékonyka elin hozzám bújt, figyelme, hogy ne érjen a bekötözött vállamhoz. Teljesen beborította melegségével, és csak ekkor jöttem rá, hogy előtte mennyire fáztam. Egy pillanat múlva valaki már más bújt oda hozzám. Nesta illatát éreztem az óromban. Parázsló tűzre és vasra emlékeztetett, ami nem adja meg magát. Homályosan azt is érzékeltem, hogy Riz mindenkit kiküld a sátorból. Riz Ézriát akarta megkeresni, akit éppen tészen gyám gyámolított. Nem tudom, mennyi ideig feküdtünk így együtt a testvéreimmel, úgy, mint régen, amikor még osztoztunk a lepusztult vistómban, a nagy faragott tágyon, akkor folyton belebögtünk egymásba, civakodtunk, és a matrac minden hüvelykiért megküzdöttünk. De ezen a reggelen, amikor a nap a világ fölé emelkedett, szorosan egymáshoz bújtunk, és nem engedtük el egymást.